Tehát mire is jöttél rá? Akkor buksz le, hogy nem csináltad érzésből és önátadással az egészet, hogyha elfogy a levegőd. És hogyha sikered... akkor az mit is jelent? Hát mert akkor mondjuk a vízoszlopot, amit mondtál, hogy képzeljünk el, az olyan, mint hogyha csak a felétől indítanád el, és már kijön a víz, azt nem maradott semmi. Igen. Abban szerintem a hidraulikus csőben. Szerintem mondjuk levegő kerül, ismerik. Hát igen, egyrészt, hogyha nem alulról indítottad, aha, ugye, akkor nincs benne annyi, hogy szépen egyenletesen elosztódjon a levegő. Hát tudod, hogy innen... a levegő van a vízrendszerben, akkor... Hát például. Igen. Meg ugyanez az autóknál is, amikor nincs a teljes igen vezetékben üzemanyag. Na, vagy a lift nem emelkedik föl, nem visz föl. Sehol. Aha. Vagy a szék, tudod, ezek és a ha megvan a hidraulika, akkor végig tudod csinálni ezek szerint a dolgokat. Ja, és igen, hát, és azt fedezted föl, hogy tulajdonképpen, amikor úgymond, mit is mondani, nem csinálok semmit. Átadod magad. Ez az, tehát, hogy úgy... Amikor nem görcsölök rajta. Nem görcsölsz rá, akkor kiderül, hogy magától megtörténik az egész. Így van, így van. De ennek én nagyon örülök. Szerintem ez zseniális felismerés. Szerintem így van. Lájjal.